39. perc, Eccleston ugrik ki, elviszi a kapus mellett, és megszerzi a vezetést a Békés Csaba. Úgy, hogy gyakorlatilag először jutott el a kapuig a mérkőzésen, ha azt az első perces Punosevác akciót nem számítjuk. Spitzmüller óriási passzából Nathan Eccleston megszerzi a vezetést a Békés Csabának. Egy kontra elég volt. Itt van, ahogy Spitzmüller labdát szerez, és aztán valahogy nála is marad, némi balettánc után. Aztán Eccleston hatalmas labdát kap, jól viszi el Molnár Péter mellett, és a vége pedig már gyerekjáték, de nagyon szépen oldotta meg, igazi klasszis csatár teljesítmény.